Az ünnepi hétvégén nem rendeztek fordulót az amatőr nemzeti bajnokságban, így a csapatok pihenhetek egy keveset az alapszakasz hajrája előtt. A nyíregyházi kosársuli idei 6 meccséből 4-et megnyert, a Debrecen, a Kecskemét, a Nemzetvédelmi Egyetem és a Szolnok ellen győztek Farkasinszky Gyuláné tanítványai, a Vasastól és a Szegedtől viszont vereséget szenvedett az NKS. Az edzőnő szerint a csapat jó formában várja az alapszakaszból hátralévő két meccset és a rájátszást. Területi problémáink azok nincsenek, tehát az látszik mérkőzésről mérkőzésre, hogy a kulcsjátékosaink azok azért a nagyobb terhelést is meg tudják oldani, tehát az világ végjátékra nem szokott gond és probléma lenni, tehát eddig nem nagyon volt még olyan mérkőzésünk, hogy most azon múlt volna a dolog, hogy végjátékot végig tudtuk-e játszani, vagy esetleg addigra elfáradtunk. Ugye a Szegednél is pontosan a végjátékunk volt az, ami jobb volt, csak éppen az előtte lévő időszakban olyan hibákat vétettünk minden szinten, tehát ugye a védekezés, mint a támadásban, ugye, hogy ezt már a végjátékra nem tudtuk kijavítani. Én úgy gondolom, hogy azt, amit meg kellett tennünk, azt megtettük. Azt, hogy a szerkezetre nem vagyunk olyan jó szerkezet, mint amit az előző években voltunk, ez tény és való. Ezért kell megpróbálni mindenféleképpen az utánpótláskorú játékosok közül többet beépíteni. A következő fordulóban a tabellás 100%-os teljesítménnyel vezető MTK Budapestet fogadja az NKS. Én mindenben reménykedek, meg is próbálunk mindent megtenni a győzelem érdekében, de hát sokkal jobb játékos állománnyal rendelkezik, egészen más a szerkezete, tehát ő valóban már a következő évi NB1-ás tagságára készül, és utána van még egy kisnemkerni mérkőzésünk idegenben, nem hiszem, hogy az gondot és problémát okozhat, és hogy nekünk az a mérkőzés feltétlenül kell ahhoz, hogy a második helyen tudjuk zárni az alapszakaszbeli küzdelmeket, és hogy akkor ez azt jelentheti, hogy a rájátszásban két hazai mérkőzésünk van, amin úgy gondolom, hogy azért ez egy nagy előny lehet a további mérkőzésekre nézve. A nyíregyházi kosársuli MTK Budapest mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.